Janicsku, Janicsku. Házhoz jön a kultúra. Idén a Táncház és a programszervező Kft. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál keretein belül felajánlotta az idős otthonoknak, óvodáknak és köztük a Viktória Rehabilitációs Központnak is, hogy a néptánc csoportok műsoraikkal látogassák meg az intézményekben lakókat és az intézményben látogatókat. Így azok is meríthetnek egy nagyot a Néptánc Fesztivál hangulatából és kultúrájából, akik nem tudnak eljutni a belvárosba. Mindenki számára lehetővé tegyük a kultúra befogadását azoknak is, akik nem a többségi társadalomhoz tartoznak, és más képességgel élnek, akár tolószékben üljenek, vagy bírjanak bármilyen egyéb más fogyatékossággal, és a Táncház most valami egészen zseniális módon házhoz viszi a fesztivált. Hétfőn a Maroshegyi Idősek Otthona vendégül lett a Cseh Tánc csoportot, akik egy energikus előadással szórakoztatták a nagy érdeműt. Az idősek nem tudnak eljönni megnézni az előadásunkat, szóval valahogy inkább mi akartuk elhozni az előadást hozzájuk. A Cseh Folklor zenekar örült a felkérésnek, hogy elhozhatták táncukat az idősek otthonába. Mindig különleges élmény számunkra, hogy ilyen helyekre is eljuthatunk, ahogyan az is, hogy megoszthatjuk a folklor szeretetét másokkal. Mindig sok energiát kapunk a közönségtől. Az idősek élvezték a fiatal, lendületes előadást, ami sok hasonlóságot mutat a magyar népzenével. Nagyon sokat jelent az időseinknek egy ilyen rendkívüli esemény, egy ilyen nagyon szép bemutató, hiszen a hétköznapokat egy kicsit megtöri, ünnepélyesebbé varázsolja, és kaphatnak egy kis élményt abból, amit a fehérváriak most átélhetnek itt a fehérvári napok alkalmával. A Rádió úti intézményben 14 bentlakásos lakunk van. És 25 fő jár az idősek klubjában, tehát ez egy kis intézmény, de nagyon örültünk neki, hogy eljöttek ide hozzánk, és bemutatták nekünk a fellépők, amit tudnak. Rendkívüli nagy élmény lett ez nekünk, mert nem mindennapos dolog, ami itt történt, és ami ott bent is a városban, mert biztos ott azért könnyebb nekik ott, de itt mondjuk a zárt helységben azért megszenvedtek szegények, de nagyon tetszett, csodálatos volt. Én ütöttem a taktust, mert én nagyon bírom az ilyen zenéket. Kedden az indonéz táncegyüttes látogatta meg a Viktória Rehabilitációs Központ látogatóit, hogy egy színes, dallamos előadással emeljék a napot. Örültem, amikor bennünket is megkerestek, hogy hozzánk is jönnének látogatóba. Ugyanis azok az emberek, akik nehezen mozognak, vagy nehezen tudnak eljutni a belvárosba, vagy nem tudnak tömegbe programokat nézni, vagy tömegbe közlekedni, azoknak nagyon jól esik, hogy házhoz jön az élmény. És egy zárt intézményben pedig különösen fontos, hogy jöjjenek vendégek, legyenek élmények, sok új benyomás érje az embert. Örömömre kaptuk az indonéz csoportot, ugyanis júniusban cserediákként volt itt egy kislány, bemutatta a hazáját, most pedig élőben láthatunk táncot, zenét. Tehát nekünk ez nagyon jó lesz. Arról nem beszélve, hogy úgy gondolom, hogy talán a mostani csoportok között az indiaiak, meg az övéki a legszínesebb öltözet is, meg különleges. Tehát az, hogy kelet-ázsiai zenét hallgatni,
meg táncot nézni, biztos nagy élmény. Megkérdeztük az indonéz csoport vezetőjét, mit szól a meghíváshoz és a kezdeményezéshez. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, ugyanis ezen keresztül örömet tudunk okozni mindenkinek. Tulajdonképpen egyfajta gyógyszer is számunkra, a boldogság egy gyógyszere, amivel ők is jobban érzik magukat. Hálásak vagyunk, hogy meghívtak minket erre a helyre. A csoport hamar a szívébe zárt a városunkat, és nem titkolt vágyuk, hogy jövőre is visszatérhessenek. Nagyon reméljük, hogy a jövőben is visszajöhetünk, akár a fesztiválra, akár ugyanerre a helyre. Több ország meg annyi csapata hozzá hazánkba a sajátos zenéjét, táncait, ételeit és kultúráját. De mi is tudunk valamit nyújtani cserébe. Kota ini sangat indah, sangat baik. Ez a város nagyon szép, az emberek nagyon kedvesek, és mindenki barátságos volt velünk. Boldogak vagyunk, hogy mindezt hazavihetjük Indonéziába, és elmesélhetjük, hogy itt Magyarországon, ebben a városban, Székesfehérváron milyen kedves emberek élnek. Az indonéz csoporttal a Zicsi színpad közönsége már találkozhatott hétfőn este. Megtisztelő volt a csoportnak, hogy elhozhatják az örömöt a mozgáskorlátozottak rehabilitációs központjába is. Remek kezdeményezés a Táncfesztivál szervezői és a Programszervező Kft. Összefogása, amely reményeik szerint a jövőben általános tendenciává válik, így a Táncfesztivál nem korlátozódik csupán a belváros környékére. A királyi napok alatt a különböző kultúrák szószoros értelmében átjárják a város minden zegét zugát.